Üdvözlöm az ötödikeseket, Josics Márta vagyok, a Szabadkai Jován Jovánovics Zmaj Általános Iskola matematika tanára. Ma a matematikai kifejezésekkel fogunk foglalkozni. Ahhoz, hogy kifejezésekről beszéljünk, meg kell ismernünk először az állandó és a változó mennyiségek fogalmát. Állandó mennyiségeknek a számokat fogjuk nevezni, mert a számok ugye nem változnak. A 3 az 3, a 10 az 10, nincs mese. Viszont a betűket, amikkel már találkoztatok előzőleg is a feladatokban, betűket mindig helyettesíthetjük valamilyen számmal, és nem is kötelezően ugyanazzal a számmal, tehát ők a változók. És amennyiben ezekből az állandókból és változókból a matematikai műveletekkel, meg az őket összekötő zárójelekkel, sorrendjüket meghatározó zárójelekkel összekötjük, akkor kapunk matematikai kifejezéseket. Amennyiben egy kifejezésben csak számok szerepelnek, akkor azokat a kifejezéseket számkifejezésnek nevezzük. Ha betűk is vannak, akkor az csak simán kifejezés. Mi a helyzet a műveletek sorrendjével? Én gondolom, hogy ezt is tudjátok, de ismételjünk. Adott egy számkifejezés, akkor ugye amelyikben szerepel több különböző művelet, akkor melyik műveleteket végezzük el legelőször? Hát elsőbbsége van mindig a szorzásnak és az osztásnak. Amikor ezeket már elvégeztük, akkor jöhet az összeadás, kivonás, és akkor van egy de. Amennyiben zárójeleket látunk, a zárójelek fölül írják az előző két kijelentést, vagyis az előző két szabály addig működik, amíg nincs zárójelünk. Ha van zárójelünk, a zárójel az első. Attól függetlenül ugye, hogy a zárójelbe esetleg összeadás, kivonás van, vagy bármi is. Példák, mindig egyszerű példákon. Adott egy kivonás, két kivonást tartalmazó számkifejezés, mivel csak számok vannak benne, számkifejezés értékét mindig meg tudjuk határozni, nincs benne semmi ismeretlen, semmi változó. 75 mínusz 25 mínusz 15, nincs zárójelünk, nincs semmilyen más műveletünk, nem kell sokat gondolkodni, megyünk és sorban elvégezzük a műveleteket. 75-ből 25 az 50, 50-ből 15 az 35, nincs semmi gond. Ugyanez a három szám, ugyanez a két kivonásjel, de itt egy zárójel. Az előbbi három szabályunk harmadik és lényeges, legfontosabb szabálya. Ha zárójelet látok, akkor először is a zárójelben lévő mennyiségeket kell lerendeznem. 75 mínusz, a zárójelben mi van? 25-ből 15 az 10. És látjuk, hogy milyen szinten változott meg az eredményünk. Ebben az esetben nekem 65 az eredményem az előző 35-höz képest. Vagy egy másik példa, most a szorzás-osztásra vonatkozó. Két egyenrangú művelet, ugye a szorzás-osztás egyenrangú műveletek, ebben az esetben, ha nincs zárójelünk, sorba megyünk. 90 elosztva 6-tal az 15, szorozva 5-tel az 75. Igen ám, de ha bejön egy zárójel, akkor nekem először most a szorzást kell elvégeznem, és majd csak aztán az osztást. Tehát a 90-et 30 felé kell osztanom, és így hármat kapok. Óriási különbségek vannak az eredmények között, tehát nagyon-nagyon fontos erre odafigyelni. Megint egy új kifejezés, algoritmus. Az algoritmus tulajdonképpen egy feladat megoldás menetét jelenti. Vagyis, ha én látok egy feladatot, mit fogok csinálni? Elolvasom, nagyon figyelmesen, jól átgondolom, hogy mit is kiér, mi a dolgom, és akkor kezdek el azon morfondírozni, hogy hogyan, milyen sorrendben, milyen lépéseket kell, hogy tegyek, milyen sorrendben ezeket a lépéseket, hogy eljussak az eredményig. Ez a lépéseknek a sorrendje, ez a lépés sorozat tulajdonképpen az algoritmus. Ahhoz, hogy ezt szemléletesebbé tegyük, vagyis rajzolva, leírva, mint ahogy itt a képen látszik, grafikusan mindig könnyebb, ezt folyamatábrának nevezzük. Na nézzük, hogy ez mit is akar mondani.
Ki kell számítanunk a következő kifejezés értékét. Ez is egy számkifejezés, ugye semmi változónk nincsen, egyelőre ezzel foglalkozunk. Fölírtuk ezt a számkifejezést, jól megnézzük, mi is van benne. Van egy osztásunk, van egy szorzásunk, van még egy szorzásunk, és ezek összeadás kivonás jellel vannak összekötve. Tudjuk, hogy első lépésnek az összeadás, első lépésnek szorzás osztást kell elvégeznünk, és csak ezután az összeadás kivonást. Azt csináltuk, hogy az összes létező számot ide fölírtuk, és olyan sorrendbe kötögetjük őket össze, amit először el kell végeznünk. Tehát, ha a számokat beírtuk és közé a műveletiket, azt hiszem, hogy sokkal jobban áttekinthetőbb ez a folyamat ábra segítségével a műveletek sorrendje, mint anélkül. Először az osztást kell elvégezni, ha azt elvégzem, kapok 20-at. Közben a 15x8-at is kiszámoljuk, 120, 4x20, 80. Minden szorzásosztás elvégezve, nincs több szorzásosztás jelen, most már jöhet az összeadás kivonás. Az összeadás kivonás is egyenrangú, mivel eddig mehetünk bármilyen sorrendbe. 20 plusz 120 az 140, és aztán ebből kivonom a 80-at, eredménynek kapunk 60-at. Következő feladat. Hasonló. De most adott két folyamat ábra, és két kifejezés. El kellene döntenünk, hogy melyik melyik. Számok, műveletek látszanak, nézzük, hogy melyik számkifejezéshez melyik tartozik. Hát nézzük csak, itt a 7-2 lépésünk van, és itt az osztás-szorzás, tehát az első ide kellene, hogy kerüljön, a második a 7-2-vel kezdődő, ugye, mert az árójel az első, amit elvégzünk, ez kell, hogy ide jöjjön. Ezek után, ha ezt jól elrendeztük és elhelyeztük, még egyszer megnézhetjük, leellenőrizzük, hogy jól döntöttünk-e. Osztás, szorzás, majd utána kivonás. Itt először az árójel kivonás véget, osztás, majd a végén egy szorzás. Oké, kezdhetjük a számolást. 7-2 az 5, ezután jön az osztás, 210-et osztok 5-tel, kapok 42-t, és ezt szorzom 10-zel, ez 420. Másodiknál ugyanígy, 210 osztva 7-tel 30, 2x10 az 20, és a kettő különbsége a 10. Nézzük most, hogy hogyan jönnek a változók a kifejezésekben. Egy ilyen állításunk van, hogy Lili 2 évvel idősebb az öccsénél Ákosnál. Mit tudok Liliről? Nem tudom, hogy hány éves, azt sem tudom, hogy Ákos hány éves. Van egy összefüggésem, hogy Lili 2 évvel idősebb az öccsénél. Mivel nem tudom, hogy az öccse is hány éves, azt mondom, hogy ha az öccse x éves, akkor az biztos, hogy Lili 2-vel több. Tehát a Lili x plusz 2 éves. Ha az öccse 3 éves, akkor Lili 5 éves, ugye? Ha az öccse 13 éves, akkor Lili 15 éves. Ez az a változó mennyiség, amiről pillanatnyilag nem tudom, hogy mennyi az értéke, viszont az összefüggéseket attól függetlenül föl tudom írni. Következő kérdésünk, hány éves Lili, ha Ákos 17? Hát mivel Lili 2-vel több, akkor Ákos ugye, vagyis 19. Lili 19 éves lesz. Nézzük csak most egy pár megjegyzés. Amennyiben azt mondom, hogy az a szám, amelyik 5-tel nagyobb, mint egy valamilyen n szám, úgy fogom leírni, hogy n plusz 5. Megint csak azt arra kell visszatérnünk, hogy mennyire fontos, hogy helyesen használjuk a szavakat. Mert én szavakba kapom meg, vagy mondom el a feladatot, sokszor szavakban leírva, szavakkal leírva olvassátok el, ezt matematikai jelekké kell változtatni, és nagyon fontos, hogy úgy értelmezzük őket, ahogy helyes és ahogy kell. Mi a helyzet, ha azt mondom, az a szám, amelyik 3-szor nagyobb, mint k, az 3-szor k-t jelent. 2-vel kisebb, mint x, tehát úgy fogjuk leírni, hogy x mínusz 2, 2-vel kevesebb. Az, ami sűrűn szokott összekeverni benneteket, odafigyelni nagyon. 5-ször kisebb, mint m. Ha azt mondtam, hogy 5-ször nagyobb, az előző példánál 3-szor nagyobb,
mivel a szor megjelenik, ezért szoktatok ebbe belegabajodni. Háromszor nagyobb, akkor szorzok. De ha ötször kisebb, akkor osztanom kell. Erre kell nagyon odafigyelni. És tehát az ötször kisebb, mint M, úgy írom fel, hogy M-osztva öttel. És akkor feladat. Írjuk fel a következőket. Kettővel több a P és a Q összegénél. Tudjuk, hogy az összeg, az két szám összeadás jellel összekötve, ugye, két összeadandó az összeadás eredménye. Amint egy valamilyen művelet eredményéről beszélünk, itt zárójelet kell, hogy tegyünk mindenféleképp. Vagyis ez így fog kinézni. A P plusz Q összege, ez az összeadás, kötelezően zárójelbe, plusz a kettő. Igaz, hogy az összeadás, mind a két műveletünk összeadás, és tulajdonképpen a zárójelre esetleg nem is lenne szükség, viszont jobb, ha hozzászokunk, hogyha ilyeneket, ilyen szavakkal találkozunk, hogy összeg, különbség, hányados, azaz valamilyen művelet eredményét látjuk, tegyük zárójelbe, biztos nem tévedünk. Ötször nagyobb, mint az N-Q. Itt már elengedhetetlen. N-Q-tól kell, hogy ötször nagyobb legyen, tehát az N-Q-t zárójelbe tesszük, mert ennek a műveletnek az eredményét kell öttel szoroznom. 13-mal kisebb az N és a P szorzatánál. Az N-t és a P-t összeszorzom. Ebből fogok elvenni 13-at. Ellentétben az előző mesémmel nem tettem zárójelet. Szabad, nem baj, ha van. Nincs rá szükség, csak azért, mert ugye a szorzás mindenféleképpen elsőbbségét élvez a műveletek elvégzésekor, de ha megszokjátok, hogy oda teszitek a zárójelet, minden olyan alkalommal, amikor ilyen szavakat látunk, ami művelet eredményét jelenti, bajnak biztos, hogy nem lesz baj, tehát ide is tehettünk volna zárójelet. Szükség nincs rá, de nem baj. Köszönöm a figyelmet!